Hogy egy picit a számokról is beszéljek, itt kivetítettem elég sokféle számot. Próbálok mindegyik mögé tartalmat tenni, és gyorsan végigmenni ezen a soron. Vannak óriási számok, és közel sem ez a végeredmény, hiszen a projektünk most is zajlik, ugye holnapi napon is, holnap után is minősítések mennek, és hát természetesen hétfőn sem áll meg az élet 30-ával, és december 1-ével sem. Tehát ezek a számok folyamatosan növekvő számok, amiket én itt most bemutatok, még nem is a projektünk végső záros számai. A 10.393-as szám pedagógus minősítésben 2015-ben résztvevő pedagógusoknak a száma. Ők azok, akiknek látogatást szervezünk. Ez most a pillanatnyi állapot, lehet, hogy egy fél óra múlva ez egy picit kevesebb, lehet, hogy picit több, hiszen élő emberekkel, nyilván pedagógusokkal dolgozunk, akiknek az élete változik. A projektünkben ezekhez a változásokhoz kellett folyamatosan alkalmazkodnunk. 2015-ös évben nem ennyi pedagógust kellett volna minősítsünk. Minősítésre jelentkezettek száma közelítette a 15 ezret. Azonban voltak olyan pedagógusok, akik két második lehetőséget megkapva sem töltötték fel a portfóliójukat, ezért sikertelenül zárják a minősítést, nem tudtunk nekik látogatást szervezni, el sem indult tulajdonképpen ténylegesen a minősítési folyamat. Az ő esetükben látogatás nélkül állítjuk ki a sikertelenségről szóló tanúsítványt. 2485-ös szám a pedagógiai szakmai ellenőrzések idénre tervezett száma. Ezeknek javarészét az érintettek már elfogadták. December 8-a és 17-e között zajlanak ezek a látogatások, ennek az előkészítése megtörtént a projekt részéről, a megvalósítás már az oktatási hivatal feladata, illetve hát a lebonyítással kapcsolatos szervezési feladatok. 2119, ez egy múlt heti szám, addig az időpontig, múlt hét közepéig ennyi látogatás zajlott le ebben az évben, és hát azóta is folyamatosan ez a szám növekszik minden nappal, akár több száz résztvevővel vagy érintettel növekszik ez a szám, egészen addig, amíg el nem érjük a 10.393-at. A 3200, és egy nagyobb jel van, hát több mint 3200 visszamondásunk van a rendszerben, ami valamelyik résztvevő visszalépése kapcsán keletkezett. Ez folyamatos újraszervezéseket igényelt a rendszerben, a visszamondások révén a látogatások újra és újra szervezése zajlott és zajlik. 6166-os szám, ez a sikeres minősítések száma jelenlegi állapot szerint, ez egy friss adat, ez egy tegnapi adat. Ennyi minősítést lett lezárva már a rendszerben, és azt látjuk a minősítések eredménye alapján, hogy a lezajlott minősítéseknek 98,8%-a sikeres minősítés. Jól látható, hogy 1,2% sikertelen. Csalóka ez a szám, hiszen majd amikor végső eredményt vonunk, és azt mondjuk, hogy 15 ezeren jelentkeztek körülbelül ebben az évben minősítésre, és abból mennyi sikertelen és mennyi sikeres, akkor az arány már biztosan változni fog. Hiszen ott van az a több ezer kollega, akinek sikertelen a minősítése eleve, mert a portfólióját nem töltötte fel. Ez a szám, a 98,8%-os sikerességi arány, a lezajlott, megvalósított minősítésekben levő sikerességet jelenti. A következő rubrikába két számot írtam, különválasztva a gyakornokok és a pedagógus kettes célfokozatot célzóknak az eredményét. Ez a 2% érték, mert hogy ezek százalékértékek, azt jelzik, hogy hányan teljesítették a sikeresen minősülők közül 100%-osra a minősítést. Gyakornokok esetében a gyakornokok 36,8%-a volt 100%-os értékelésű, míg pedagógus kettő célfokozatot célzó minősülők, sikeresen minősülők esetében 77% volt a 100%-ban minősülőknek a száma. Az, hogy ezekből milyen következtetéseket lehet levonni, ez a projektünknek szintén feladata. A projektünk végére megpróbálunk egy javaslatcsomagot összeállítani, amelynek révén tudjuk javasolni azt, hogy milyen irányba és hogyan lehet ezeken az arányokon, egyáltalán kell-e, vagy milyen irányba lehet ezeken az arányokon változtatni.
3506-os szám a szakértőinknek a száma, akik a megvalósításban közreműködtek. Ez a szám, ez egy folyamatosan növekvő szám már a jövő évtől kezdődően. A 3.1.5-ös és 3.1.8-as projekt, valamint a mi projektünk keretében idei évben zajló szakértőképzések révén közel 5000 lesz jövőre azoknak a szakértőknek a száma, akik bevonhatók a pedagógus minősítés és tanfelületi eljárások leszervezésébe, illetve megvalósításába. 7,1, ez egy szakértői átlag szám. A 3506 szakértők tevékenységénél 7,1 napot foglal, tehát a szakértőink leterheltsége átlagosan 7,1 szakértői nap. Az idei évben ez a leterheltség, ez nem mindig volt arányos. Volt, akinek tavasszal volt nagyon sok minősítése, most nagyon sokaknak ősszel van rengeteg minősítése. Ez nyilván adódik abból, hogy nagymintás tesztelésről beszélünk, a rendszerben levő feladatoknak az ütemezése, a háttérdokumentumok elkészítése, eljárásrendek kidolgozása miatt egy picikét a súly ebben az évben az őszi időszakra tolódott, de én úgy gondolom, hogy cél az, hogy a következő években ez már arányos megoszlást mutasson, és hát természetesen az algoritmus erre teljesen alkalmas lesz majd. 700.400, én úgy gondolom, hogy ez majd egy jóval nagyobb szám lesz a végeredményben. Ez a szakértői óráknak a száma, a szakértői munkába belefektetett óráknak a száma, pedagógus minősítéseken, és ebbe a számba beletartoznak azok a tréneri feladatok is, amit a kollégáink a képzéseinken végeztek. 49.866, utaltam rá, hogy közel 50.000 tiketre válaszoltunk, ez most egy éppen kiragadott szám, ez is egy folyamatosan növekvő szám, napról napra egyre több választ küldünk ki egyre komolyabb ütemben. Több mint 2800 kérelmet kellett elbírálnunk, itt is folyamatosan növekvő számról van szó. Nem is mertem konkrét számot írni, mert folyamatosan dolgozzuk fel a kérelmeket. Egyénileg kellett ezeket a kérelmeket alaposan megnéznünk, felületek megnyitásával, felületek ellenőrzésével és komoly jogászi tudást igénylő szakmai válaszok megfogalmazásával. Az utolsó két adat képzéseinkre vonatkozó adatok. Projektünk keretében közel 24.000 résztvevőt vontunk be különböző képzésbe, szakértői napba, szakmai műhely munkába. Ezek a képzéseink rengeteg csoportban, 555 csoportban, ez a szám, ez így nagyon megtetszett, biztos, hogy nem ennyi a végleges szám, de nagyságrendileg azért látni, hogy hány képzési csoportban képeztük a kollégákat, illetve a közreműködőket a feladatok ellátására. És hát a feladataink megvalósításában azért kaptunk segítséget is. Ejtőernyőnk is volt ebben a feladatban védelmező segítségként, hiszen az őszi időszakban megjelenő, szeptemberben megjelenő jogszabálymódosítás a minősítések tekintetében nagy mértékben segítette a szervező munkánkat. Folyamatosan vizsgáltuk az eljárásrendeket, ezek felülvizsgálata, módosítása, pontosítása megtörtént, illetve bizonyos esetekben új eljárásrendeket kellett kialakítsunk. Képzéseket, felkészítéseket terveztünk, ahol az érintetteket tájékoztattuk. Az önértékelés, a tanfelügyelet, illetve a pedagógus minősítés aktualitásairól. Visszajelzéseket, tapasztalatokat gyűjtöttünk különböző formában, illetve minőségbiztosítási tevékenységet kezdtünk végezni, aminek eredményeit beépítettük a rendszerbe. A főszereplőket mindnyájan jól ismerjük, pedagógusok, intézményvezetők, maga az intézmény, szakértői csapat, illetve az oktatási hivatal munkatársai, akiknek képzéseket szerveztünk. Pedagógusok esetében 10 órás egynapos felkészítést tartottunk több mint 12.000 pedagógus részére az ország különböző területén. A képzések megszervezésekor igyekeztünk a célcsoporthoz igazítani, mind a képzéseknek az időpontját, az ütemezését, és hát természetesen a szakmai tartalmat is. Igyekeztünk olyan speciális csoportokat kialakítani, amire
igény volt intézményvezetői képzéseink esetében, például külön gyermekvédelmi területre vonatkozó csoportokat is kialakítottunk. Intézményvezetői képzésünk pedagógus akreditált képzésként, 30 órás képzésként működött. 6500 fő körüli intézményvezetőt képeztünk, illetve intézményvezető helyettest, akik esetében elsősorban arra koncentráltunk, hogy a feladataik megismertetésén túl a rendszer felépítését értsék meg minél mélyebben, hiszen ez az, ami segíthet abban, hogy a saját pedagógusaikat a saját intézményben, illetve az értékelés folyamatát a pedagógus minősítésben, pedagógiai szakmai ellenőrzésben minél nagyobb elhivatottsággal és meggyőzéssel tudják ők is segíteni. Említettem már, hogy a képzéseink között szerepet kapott a szakértők képzése is. A 3-1-5-ös és 3-1-8-as projekt keretében kidolgozott pedagógiai szakmai ellenőrzési szakértő és a pedagógus minősítési szakértői képzést mi is folytattuk az úgynevezett 8-as turnussal. 380 főt képeztünk, akik a következő évben különböző hiányterületeken segítik majd a pedagógus minősítések és tanfelületi ellenőrzések megvalósítását. Speciális feladatunk volt a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban, minőségbiztosítási szakértők képzése is. 43 trénerünk 450 főt készített föl auditornak, akik a felkészítést követően az auditori tevékenységet most novemberben már el is kezdték. A projektünk rövid hátralevő idejében próbáljuk általuk tapasztaltakat, az általuk kitöltött dokumentumokat, illetve javaslataikat visszaépíteni azokba a dokumentumokba, amiket kialakítottunk. Oktatási hivatal munkatársai közül 50 főt készítettünk fel arra, hogy a projektünkben létrejövő feladatokat, a projektünkben megvalósított feladatokat ők is láthassák, illetve beépíthessék a későbbi működtetés folyamatába. Ezen a felkészítésen, ami egy 60 órás felkészítés volt, műhelymunkákon, illetve e-learninges feladatokkal támogattuk az ő munkájukat, az oktatási hivatal munkatársaival együttműködve. És hát, hogy tulajdonképpen miről is van szó? Sok elemnek egy rendszerben való működtetéséről. Maga a projektünk, ahogy említettem már, önmagában minőségbiztosítási folyamat volt, hiszen minden egyes lépésünkkel, minden egyes feladatunkkal alkalmazkodnunk kellett a körülöttünk lévő környezet változásaihoz, akár jogszabályi, akár egyéb feltételekhez. Folyamatosan vissza kellett építeni a tapasztalatokat, és ezáltal módosítani a rendszer apró elemeim. Alapvetően a célja az egész előmeneteli rendszernek és annak elemeinek, az önértékelésnek, szaktanácsadás, tanfelügyelet és minősítés folyamatának, hogy a köznevelés minőségét segítse elő. Ezek a rendszerek egymást kiegészítve működhetnek. A mi projektünk képzések megszervezésével, lebonyolításával, a tapasztalatok összegyűjtésével, visszacsatolásával és minőségbiztosítási eljárásrend, rendszerterv kidolgozásával járult mindehhez hozzá. És hát minden rendszerben kell támogató még pluszban, ez egy különleges ugrási lehetőség. Itt egy tapasztalt ugró segíti a tapasztalatlant, vagy az első ugrót. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a rendszer maga működjön, ahhoz rengeteg támogató elem szükséges, nem csak most, hanem a későbbiekben is. Ennek nagyon fontos eleme volt minőségbiztosítási rendszernek a kidolgozása. Két területen zajlott ez a tevékenység. Az egyik területünk az a belső szervezési folyamatoknak a bemutatására irányult. Kidolgoztuk, illetve leírtuk annak a szervezési folyamatnak az eljárásrendjét, amit az oktatási hivatal munkatársai és az oktatási hivatal projektigazgatóságának munkatársai végeztek az elmúlt évben, illetve hosszú távon értelemszerűen a pedagógus minősítés és tanfelügyelet megvalósítása során. Az eljárásrend leírásakor nem csak a lépéseket
azok elemeit, azok dokumentumait rögzítettük, hanem azokat a pontokat is, amik kritikus pontként jelenhetnek meg a rendszerben, akár a saját tapasztalatunk alapján, akár előrevetítve a rendszer hosszú távú működtetésének elemeit. A másik terület minőségbiztosítás terén a szakértői tevékenységekhez fűződik. Eljárásrendben írtuk le a pedagógus minősítés és pedagógiai szakmai ellenőrzés eljárásrendjét szakértőkre vonatkozólag, szakértői feladatokra vonatkozólag. Meghatároztuk itt is a kritikus pontokat, és a minőségbiztosítási képzésünk segítségével is minőségbiztosítási rendszerterv készült az auditorok munkájának bemutatására, illetve segítésére. Említettem, hogy az auditálási tevékenységet megkezdtük. A múlt héten, csütörtökön indultak az első minőségbiztosítási szakértőink a tevékenység végzésére. Látogatásokra mennek, pedagógus minősítési látogatásokra mentek ki, meghatározott feladattal, vizsgálva az ott minősítésben közreműködő szakértők tevékenységét. Készült az Oktatási Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.